A közel 4 millió dináros támogatásnak köszönhetően Nagy Kikindán az Egység Művelődési Egyesület épületének utcafelüli részén felújíthatják a tetőszerkezetet, valamint kicserélhetik a cserepeket. Nagy köszönettel tartozunk a magyar államnak, hogy ezzel támogatott bennünket, ugyanis a helységek, amik ez a tető alatt helyezkednek el, igen átáznak, és az elmúlt időszakban is voltak felújítások, de hát folyamatos gondokkal küzdünk, mert átázik a mennyezet. A Művelődési Egyesület tavaly ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját, de a járványhelyzet miatt az ünnepi programsorozatot le kellett mondani. A közönséggel tavaly online tartották a kapcsolatot. Idén pedig a József Attila Színjátszó Társulat Szakó Gábor Disznójáték című előadását készíti elő. Május végén, június elején várható a bemutatója ennek. Valamint a táncosaink is, a néptáncosaink is készülnek egy néptánckoncerttel, és ugye részt fognak venni a szeptemberi Gyöngyösbokréta Durindón, ugyanúgy a hölgyek is. A felújítási munkálatokat várhatóan a nyár elején kezdik meg.